Vannak dolgok, amiben az ember nem lehet eléggé bölcs, bármennyit tanul az életben, bármennyit tapasztal, ezek mindig visszatérő problémák. Még akkor is, hogyha az ember életében ez egyszer, kétszer, háromszor fordul elő, és utána mintha lerakná ezt a problémát. De ez a probléma örökké ott van, és a probléma az, hogy ez probléma. Ha bármit is tanulunk az életben használhatóvá kell váljon ez a tudás, erre nehéz felkészülni, sőt, olykor lehetetlen. Az élet már csak olyan, hogy mindig a lehetetlen dolgokat hozza előtérben, mindig olyan gyakorlatban kell feleszmélnünk, amelyben nagyon nehéz a megoldás, bármennyit is tanultunk, bármennyit is gyakoroltunk. Igazából az éles helyzetekre éppen akkor lehet felkészülni, amikor megtörténnek velünk a dolgok, akármennyire is modellezünk valamilyen eseményt, akármennyire elképzeljük magunkban, akkor is, amikor éles lesz, az éppen akkor teljesen más lesz, mint minden eddigi variáció. Ezek a variációk tehát végtelenek, így igazából semmire nem tudunk felkészülni, ami az életről szól. Amiről most szeretnék beszélni, egy olyan általános jelenség, ami évekig, évtizedekig húzódik el. Tehát a probléma és a megoldás nem arról szól, hogy egyszer csak felüti a fejét valami, és van egy megoldásunk, és megoldottuk, hanem folyamatosan alakul ez a probléma, és évtizedeken keresztül készülünk arra, hogy megoldást találjunk. Nagyon szeretné mindenki, hogy legyen egy kulcs megoldás, egy rövid mondat, egy rövid viselkedéstípus, egy minta, és az alapján egyszerűen egy kész eredményben élvezzük azt, hogy mindent jól csináltunk. Ez nem működik. Ilyen recept nincsen, ilyen kulcsszavak nincsenek, ezért fel kell készülni teljesen más irányból, teljesen máshonnan kell megnéznünk ezt a problémát, máshonnan kell megközelíteni a megoldást. Egy kicsit a családról van szó, egy kicsit a gyerekről van szó, egy kicsit a szülőről van szó, vagy a felelősségről van szó, vagy az elvárásokról van szó, ahogy a múltkori vlogban, de ez egy komplexebb és más probléma, konkrétan az, hogy hogyan engedjük el a gyermekeinket, amikor felnőttek, illetve az, hogy a gyermekek, amikor elmennek tőlünk, akkor ők hogyan váljanak el a szülőtől. Hogyan legyen ez konfliktusmentes? Ahogy hallgatom a kisgyermekes szülőket, nem érzem bennük azt, hogy erre a problémára felkészülnének, erre gondolnának. Vannak persze elképzeléseik, és ezek az elképzelések már látszik, hogy a jövőben, amikor valóban 20-25 éves lesz az a gyerek, vagy akár 16-18 éves, felkészületlen fogja várni őket az esemény, hogy bejelenti, hogy ő most elköltözik, vagy máshova megy. Felkészületlenül várja őket az esemény, hogy ez a gyermek majd felnőtt lesz, és önálló lesz. És ennél a szónál meg kell álljak az önállóságnál, mert hogyha kulcsszavakat keresünk, akkor a megértéshez talán ez a legerősebb kulcsszó, hogy önállóvá válik valaki. Azért neveled a gyermekedet, hogy önálló cselekvést tudjon csinálni, éljen, belépjen a nagybetűs életbe, és ez a nagybetűs élet nem másról szól, mint hogy ő önálló felnőtt. A gyermek vagy az új felnőtt oldaláról megnézve pedig szintén ez van, hogy megjelent egy olyan gondolat, hogy most egyedül meg szeretném oldani azt, amit eddig nem csináltam, amiben eddig segítettek, azt most úgy akarom létrehozni, hogy az az enyém, azt én alkottam meg. Ez egy nagyon jogos vágy, ilyenkor alakul ki az önálló gondolkodás, és az önálló gondolkodással ez a cselekvés típus is megjelenik. Tehát önállóak szeretnénk lenni, de még egy kicsit hátra marad néhány dolog, hogy azért nincs meg minden az élethez, tehát jó, hogyha segítenek a szülők. Jó, hogyha adnak valamit, amit eddig is adtak, jó, hogyha vissza tudok menni, ha baj van, tehát az önállóság még egy kicsit idézőjelben van, és ez okozza a problémát, a kavarodást a gondolatokban. Ugyanis a szülő nem érti, hogy a gyerek önállóságot akar, de mégis ráhagyatkozik. Sőt, az sem érti a szülő, hogy miért kéne most elengedni a gyermeket, hiszen látja, hogy még nem tud mindent, kár lenne most önállónak lenni, hiszen az ő
30-50 év tapasztalatát át szeretné adni, és nem fogadja el az a gyermek, nem fogadja el az új felnőtt, hanem ki akarja önállóan próbálni azokat a variációkat. Jogos ez a szándék, hiszen én magam is kipróbálnám azokat a lehetőségeket, amik eszembe jutnak. Hiába mondják azt, hogy ezt így kell csinálni, és már megtapasztaltuk. Az egy másik világ volt, egy másik társadalomban, egy másik eset, és én a sajátomat akarom kipróbálni. Így lesz saját az életem, és ezt az érzést szeretném megtartani, mint fiatal felnőtt, hogy saját életem legyen. Mint szülő természetesen ezt szeretném támogatni, de mégis a szülő olyan, hogy megpróbálja óvni, és ezt az óvást, ezt a figyelmet nagyon nehéz leszedálni, nagyon nehéz kicsinyíteni, hogy messzebbről óvjam és figyeljem ezt a gyermeket, miért megy ő mindig annyira távol, miért fut el tőlem, miért nem velem osztja meg a problémáját, kiesek egy szerepből, elvesztek egy bizonyos életet, elvesztek egy bizonyos főszerepet egy embernek az életében. Ezt nehéz megérteni. Rakjuk vissza ezt a két embert ugyanoda, ahonnan elindultak, méghozzá a családba, egy mikrotársadalomba. A család egy mikrotársadalom, egy magától szerveződött társadalom, a lehető legjobb modellje igazság szerint a társadalmaknak. Jó lenne, ha a társadalom tényleg egy nagy család lenne, és az ottani érzések, az ottani figyelmek egy jó családhoz méltó társadalommá formálna a jelenlegi társadalmunkat. Ez jó lenne, ez egy utópia, de ez egy kívánatos dolog, de kicsiben ez jól működhet, de azt látjuk, hogy rengeteg olyan család van, ahol egyáltalán nem működnek jól a viszonyok, nem jó viszonyok alakulnak ki, nagyon sok a konfliktus, a súrlódás, a meg nem értés, a veszekedés, vagy akár tragédiába torkoló bármilyen cselekvés. De beszéljünk az ideálisról, beszéljünk arról, hogy ez a két ember egy család, a szülő és a gyermek, és ez a család, amikor nő a gyermek és önállósodik, akkor megváltozik. Ezt a változást tudni kell követni, mert nem arról van szó, hogy van egy önálló ember, és utána van egy valaki, akire vigyázni kell, hanem most már arról van szó, hogy van egy önálló ember, és van mellett egy másik önálló ember, és nem számít, hogy ki idősebb és ki fiatalabb. Az a lényeg, hogy mind a kettő önálló. Ezt a két szót kell csak megjegyezni. Ez a család végérvényesen megváltozik. Mikortól? Onnantól, hogy megszületett a gyermek. Onnantól folyamatosan változik. Minden egyes lépésed, cselekvésed a gyerekkel szemben ezt a pillanatot fogja megerősíteni, hogy hogyan fogtok egymástól elválni. Család maradtok, vagy nem? Helyesbitek, család fogtok maradni mindenképpen, de a kérdés az, hogy milyen család fogtok maradni. Olyan család, ami még mindig család, vagy olyan, amelyik széthullott és már nem nevezhető. Annak egyre inkább hasonlít a körülöttünk lévő társadalomra, tehát az egymással nem foglalkozó, az egymással nem figyelő, az egymást nem óvó, az egymást nem féltő, de egymást önállóságon békén hagyó, nem békén hagyó társadalomra. Szóval a család megváltozik, és ezt minden egyes elemének meg kell értenie. Nem lehet összetartani úgy a családot, mint ahogy eddig volt. Nem lehet az, hogy ugyanannyiszor beszélünk, mint eddig. Nem lehet az, hogy ugyanannyiszor vagyunk együtt, mint eddig. Nem lehet egy csomó minden, ami eddig volt, mert az az önálló férfi, vagy az az önálló nő most már egy saját társadalmat kezd majd építeni, ehhez keresi az elemeket, ehhez próbálgatja a világot, ehhez próbálgat mindent, amit majd összerak egyetlen egy halmazba, ami az ő életét kitölti, és majd a végén családba fogják hívni. Na, gerebjézzük össze egy kicsit a gondolatokat. Tehát van egy gyermek, aki felnőtt, van egy szülő, aki felnevelt egy gyermeket, voltak szándékai, a gyermeknek vannak tervei. A szándékok bármelyek is voltak, előtérbe kerül a gyermeknek az önállósága, és ezt kell tiszteletben tartani, ezt kell figyelembe venni, tehát a szülő innentől kezdve messziről óvhatja a gyermekét, illetve a másik felnőttet, mint egy barátot például, és a gyermek meg önállóan tud haladni, próbálgatva a világot. Ez az egészséges, ez a természetes. Nem kell a gyermek visszatekintsen a szülőre, nem kell, hogy szülőt eltartsa, nem kell azokat a tradíciókat követni, amelyben a gyermek eltartja a szülőt,
Az jó, hogyha a szülő meg tud állni továbbra is a saját lábán, ez egy nagyon egészséges és jó modell lehet. Ha szükség van, akkor ott van a gyermek, aki tudja segíteni, de a gyermek jövője a fontos, ő viszi tovább a társadalmunkat, tehát a civilizáció szempontjából is a gyermek jövője a fontos, és a szülő ebbe rakta be az energiát, hogy ott folytatódik az ő élete, de nem mint egy elvárás, hogy megvalósítja a gyermek a szülő életét, hanem úgy, hogy a gyermek a saját életét valósítsa meg. A gyermek nyugodtan menjen és nyugodtan próbáljon ki bármit. Amikor akar, visszamegy a szülőhöz, mert család marad. És hogyha ezt meg tudják tartani a családok, hogy ebben a változásban már csak nem csak a közelségben, hanem a távolságban is ott van a kapcsolat, akkor megoldották a problémát, de ehhez kell egy nagyon fontos dolog. Mit kell tegyél, hogy 20-25 év múlva egy nagyon békés és egy nagyon harmonikus szétválás legyen, ami valójában nem szétválás, hanem távolban lévő, ugyanolyan erős kapcsolat, mint régen volt. Meg kell értsd a világot, meg kell értsd a szerepedet, az új szerepeket, mások szerepét. Az intelligenciát kell növelni. A következő vlogokban lehet, hogy minden egyes alkalomban ide fogok jutni, és ide fogom elvezetni a gondolatokat, hogy az intelligenciát kell erősíteni. Az embernek az alkalmazkodó képességét, a gondolkozás képességét, a megértő képességét. Meg kell értenünk azt, ami folyik, és csak ezek után tudunk változtatni bármin. Tehát nem kulcsszavakat, nem kulcstetteket fogok javasolni, hanem azt, hogy hogyan értsd meg a világot. A szemináriumok is erre valóak, a szemináriumokban is arra koncentrálok, hogy a megértés növekedjen. A szemináriumokon mind az üzleti, mind a családi modelleket, a párkapcsolati modelleket vizsgáljuk. Rengeteg ilyen modellben megoldásokat mutatok be, hogy hogyan lehet megoldani különböző problémákat, hogyan lehet azt az életedbe átvinni, hogyan leszel ebben szakértő, és hogyan fogod tudni igazán jól egyedén a saját problémádra ráhúzni a megoldásokat, és abban sikereket elérni. A vlogban erre nincs idő. Itt a legjobb tanács, amit adhatok, az az, hogy a konkrétumokkal ne foglalkozzatok. Ne foglalkozzatok azzal, hogy mit mondott a szülő, mit mondott a gyermek, mit mondtak egymásnak, mik történtek. Ezek mind félrevezetnek, ezek mind okozati borzalmakat fognak hozni számotokra. Nem tudtok kijönni belőle, mindig marad valamilyen emlék, valami rossz emlék, mindig akad valami, ami egy rossz gondolat irányába elvisz titeket, és senki nem fog tudni visszafordítani. És szét fog hullani a család. A családot úgy tudod egybe tartani, hogy nem a konkrétum a lényeg, hanem az a tény, hogy ti egy család vagytok. Akárhol vagytok, akármit csináltok, akármi történik veletek, akármit csináltok egymással, egymásért vagy egymás ellen, akkor is család vagytok, és ez szerint lehet szemlélni azt, ami éppen történik. Nem jelenti azt, hogy állandóan beszélgetni kell, ha nem akartok állandóan beszélgetni. Nem jelenti azt, hogy együtt kell lenni, ha nem lehettek együtt. Tehát legjobb, amit tehet szülőként, az, ami a mesében is van, hogy megsütöd a hamuba sült pogácsát, a legnagyobb szeretettel átadod, hogy azzal menjen útnak, legyen ereje, étele, szimbolikusan tudása, ahhoz, hogy szerencsét próbáljon. És a szerencsét próbált, vissza fog jönni. Gyermekként meg, amikor felnősz, a legjobb, amit megtehetsz, hogy elfogadod ezt a pogácsát, és eszel belőle, és hozzárakod azt, amit szeretnél. És hogyha sikeres vagy, visszamész, ha nem vagy sikeres, visszamész. Amikor kedved van, visszamész. És bármikor, amikor távol vagytok egymástól, akkor is tudjátok, hogy ha kell, közelbe tudtok kerülni egymáshoz. És tudjátok egymást segíteni. Így marad egyben a család. Az élet rengeteg variációt elénk állít, így arról is beszélhetnénk, hogy ha elváltak a szülők, akkor hogy történik mindez. Pontosan ugyanígy, nehezebbek a körülmények, bonyolultabb a szituáció, de akkor is, távolban is ők egy család tudnak maradni, akkor is van közöttük kapcsolat, és ezt a kapcsolatot, ezt a viszonyt kell ápolni, ezt kell erősíteni. Éppen úgy, ahogy annak a két embernek lehetséges.
azokban a körülmények között. És nem úgy, ahogy a szomszédnak vagy másnak, mert az nálad nem biztos, hogy működik. Ezt kell megérteni, és azt kell megérteni, és azért kell tanulj, és azért kell gyakorold az életet mindenféle modellekben, mindenféle szituációkban, hogy felkészülhess arra, hogy bármilyen szituációba kerülsz, akkor neked legyen megoldásod. Éppen ott akkor tud kitalálni és végrehajtani.